Buen camino, jó utat mindenkinek. Ezt a zarándokok mondják Spanyolországban egymásnak. Úgy gondoltam, ezzel köszönök be nektek, így kora reggel, legyen szép napotok. Ha utaznátok a munkába, akkor oda jó utatok. Most a műsorban egy bicajost fog bemutatni. Volt már korábban hegymászó, stoppos, végre egy kerékpárral utazó arc is sorra kerül. Ő Illés Adorján, aki 4 éven keresztül bicajozta körbe a világot. Erről fog majd előadást tartani nálunk valamikor, most meg ebben a rövid interjúban remélem pár érdekes dolgot megoszt majd velünk. Nem is húzom tovább a szót, kezdjük el! Szevasz Adorján! Üdvözöllek a műsorban, örülök, hogy összehozzuk ezt a meetinget. Örülök, hogy találkoztunk Attila, és hogy megcsináljuk ezt a szuper interjút, és örülök, hogy látlak. Mi most találkozunk először az online térben, mert még nem sikerült leszervezni az előadásodat, de ami késik, nem múlik, reméljük minél előbb 2020-ban vagy 2021-ben eljössz Bécsbe is egy remek előadást tartani. De használjuk ki az online teret addig is, te egy bicajos utazó vagy. Ha nézzük a mostani helyzetet, és most lennél a világ körüli utadon, szerinted hogyan oldottad volna meg ezt a helyzetet, hogyha ott kellett volna valahol ragadnod, maradnod? Valamilyen varázslatos módon én valahogy mindig a legmenőbb helyeken kötök ki, és szerintem pont ott ért volna ez a vírus a világ túlvégén, ahol szuper jól érzem magam. Lehet, én nagyon szeretem azokat a helyeket, amik távol állnak a nagyvárosoktól, ilyen falvakban, természet közelében, tehát lehet, hogy valami olyasmi helyen ért volna engem, és akkor lehet, hogy mondjuk segítenék az idős bácsiknak Dél-Amerikában építeni valamit, vagy nem tudom, részt venni a helynek és a közösségnek az életében. Szerintem ami ilyesmit csinálni. Hatékonyan, hasznosan, szeretetteljesen intézném a dolgokat. Nagyon tetszik ez az improvizációs habitus, ez a hozzáállás. Utazóknak muszáj, hogy ez meglegyen, hogy van egy szituáció, ehhez alkalmazkodni kell, valahogy reagálni kell. Az utad alatt volt amúgy nem ilyen szintű, de körülbelül hasonló helyzet, amikor azért a külső tényezők meghatározták, hogy valahol maradnod kell, vagy közbeszóltak az utad alatt? Nagyon sokat utaztam úgy, hogy a megérzéseimre hallgattam. És a 4 éves földkerülős túrámnál, ahogy telt múlt az idő, ahogy haladtam, egyre többet ez számított az utazásban. Hogy hogy érzem magam belül, és hogy mi az, amit szeretnék, mi az, amit nem szeretnék. Elején még az első, hát szerintem utána az első 3 évben is még, bár egyre jobban meg tudtam tapasztalni a szabadságot, hogy milyen az csak felfedezni és létezni, viszont volt bennem egy olyan program is, vagy ilyen belső nyomás, hogyha elindultam biciklivel föld körül, akkor az azt jelenti, hogy meg kell kerülni a földet. És az azt jelenti, hogy mindig bicózni kell. Tehát az elején még az expedíciónak nem engedtem meg magam annyira, hogy teljesen átadjam magamat az utazásnak, és ne álljak meg sokáig. És már áttekertem egész Ázsián, Ausztrálián, Új-Zélandon, Fidzsin, Japánon, Egyesült Államokon, és Mexikóba érve, akkor már bőven 3 év eltelt az utazásomba, akkor olvastam egy idézetet Lao Tse-től. Ő azt mondta, hogy egy jó utazónak nincsenek konkrét céljai, hogy hova akar megérkezni, se időpont, hogy mikor érkezzen meg. Hanem a jó utazó utazik. És nekem ez annyira megmaradt bennem ez az idézet, hogy onnantól kezdve sikerült teljesen átadnom magam a szívemnek gyakorlatilag. És hogyha úgy éreztem, hogy megállnék sok hónapra, akkor sok hónapra megálltam. Teljesen elengedtem minden korlátot, amit magamnak raktam. És csodálatos volt az utazásomnak ez a része is. Akkor, ha jól értem, csak magadnak mondtad azt, hogy akkor most itt megállok hosszabb időre, de nem volt, tegyük fel, olyan szituáció, környezeti katasztrófa, polgárháború, bármi ilyesmi, ami azt mondta volna, hogy na most itt maradnom kell, egy külső tényezőnek köszönhetően.
Nikaraguában, amikor átbringáztam 2018 nyarán, akkor pont kitört a polgárháború, és ott nem az volt, hogy maradni kellett, hanem szuper gyorsan el kellett pucolni az országba, az egy elég akciódús egy-két nap volt. Máshol nem találkoztam ilyennel, hogy milyen karantén vagy bármilyen miatt, azt mondták, hogy itt maradnunk. Ja, hát egy szituáció volt mégis, Attila, igaz? Amikor én úgy indultam 2015-ben erre az expedícióra, hogy Szabó Ádám barátommal indultunk el együtt, aztán nagyon sokáig együtt utaztunk, de volt olyan rész is, amikor külön utaztunk. És Indiába fél év alatt tekertünk el, majd átbicóztunk egész Indián és Nepálon, és vissza Indiába, és a kelet felé haladtunk. És elértük Indiának a keleti határát, aminek a szomszédos országa Myanmar, az egykori Burma. És mielőtt odaértünk a határhoz, pár nappal, talán vagy pár héttel ezelőtt valami nagy lázongások voltak Myanmarban, a buddhisták és a nem tudom melyik, a katonai párt összeveszett, és volt valami robbantás, meg ilyesmi, és lezárták a határt. Ez egy Moré nevezetű kisvárosban volt, és egyébként úgy tudtam 4 évig utazni, hogy szinte sose költöttem szállásra, hanem vagy helyi embereknél aludtam, vagy mentőknél, tűzoltóság, rendőrség, templomokban. És itt Moréban, egy szikh templomban találtunk ingyenes szállást, mert azt mondták a határőrök, hogy most le van zárva a határa külföldieknek, viszont lehet, hogy holnap vagy holnap után megnyílik. És akkor vártunk 1-2 napot itt ebben a templomban, visszamentünk a határátkelőhöz, megint zár volt. Megint vártunk 1-2 napot, megint visszamentünk, megint zár volt. És eltelt vagy 2 hét, és semmi nem történt. Ugyanúgy zárva maradt a határ, úgyhogy vissza kellett bicikliznünk és utaznunk Moréból át fél Indián, Kalkuttába, és onnan gyakorlatilag egy kényszerrepülést kellett csinálnunk, és átrepültünk Kalkuttából, Bangkokba, Tájföldre, és onnan egy másik határátkelőn már be tudtunk jutni Myanmarba. De az visszafelé volt gyakorlatilag a térképet nézve, viszont nagyon nehéz volt megszerezni a vízumot Myanmarba, és mindenképpen szerettünk volna ellátogatni, úgyhogy ez egy ilyen visszafelé köröcske volt, és talán egy hónapot bicóztunk Myanmarban is, és fantasztikus volt. Tehát ez egy olyan dolog volt, amit kérdezti, hogy 2 hétig megálltunk egy helyen, hogy engedjenek már, aztán nem. Ez Béter. És ha így visszagondolsz, 4 év azért az nem kis idő, hogy más kellemetlenség, kihívás, ami újra tervezést kívánt tőletek, olyan volt még esetleg? Nagyon sok szerintem, nagyon sok. Nem feltétlenül olyan, hogy ilyen több hétig elhúzódó, de volt egy csomó életveszélyes része az utazásnak, leginkább nekem a természet miatt. Például Ausztráliában volt egy olyan szakasz, amikor én Nyugat-Ausztráliában landoltam, Baliból, amúgy ott is repülnöm kellett, és Perth nevezetű városba érkeztem. Hogyha ez Ausztrália, ez nyugat, ez kelet, ez észak, ez dél, akkor Perth valahol itt van, Melbourne itt van, Sydney meg itt van. És én Perthből szerettem volna Sydneybe biciklizni. És itt a Dél-Ausztrália és Nyugat-Ausztrália között van egy hosszú szakasz, amit úgy hívnak, hogy a Nullarbor Plain, Nullarbor síkság, ami gyakorlatilag egy sivatag. És ott nincs semmi, nincsenek városok, települések, hanem csak a végtelen, a Isten háta mögött úgy hívják, Outback. És ott volt többször olyan, hogy lefeküdtem éjszaka sátramba valahol az út szélén, és annyira feltámadt a szél, hogy menekülnöm kellett a sátorból. Mert ha benne maradok, akkor vagy szétroncsolja az egészet a szélvihar, vagy pedig belefúj az óceánba. Aztán ugyanezen a helyen volt olyan is, ebben a Nullarbor síkságban, hogy hatalmas záporba keveredtem, szintén este. És olyan 100-200 kilométerenként ebben a hosszú sivatagi részen vannak benzinkutak, de akkor is nagyon messze voltam még a következő benzinkúttól, és már vagy 5-6 órát tekertem aznap, esélytelenek láttam, hogy még éjfélkor fölkeljek szakadó esőbe, és elinduljak a csontsötétbe. Úgyhogy az is egy tök necces szituáció volt, hogy kuksoltam a sátramba, már olyan durván esett az eső, hogy alapból vízálló a sátram, de hogy elkezdett beázni oldalról, meg közben fújt a szél, és az összes rongyommal így elkezdtem föltörölgetni a vizet, és ez zajlott szerintem 11-től hajnali 2-ig, és folyamatosan imádkoztam, hogy álljál, léci, és ilyen teljesen
ez egy nagyon erőteljes megélések, amikor egy ilyen életveszélyes szituációban vagyunk, és hajnali 2 körül elállt az eső, és akkor is szuper megnyugodtam, lefeküdtem aludni, és reggel, amikor felkeltem, képzeld, de már sütött a nap, így éreztem a napsugarait, és az volt az első gondolatom, hogy túléltem az éjszakát. És emiatt nagyon, nagyon sokat tanítanak ezek a nehéz helyzetek nekünk. Már nem arra gondoltam, hogy ki ír Facebookon, vagy tudom én, hanem teljesen más minőségi gondolatokkal kezdtem a napot, hogy új napra kaptam lehetőséget, hogy micsoda hála. Ennyi élményed van, ennyi tapasztalatod van a 4 év alatt, meg valószínűleg korábban is utazgattál. Előadásokat mikről szoktál tartani, vagy hogy, mi a konstrukció, mi a tematikád az előadásaidnak? Úgy szeretek előadni, hogy éltetni a spontaneitásomat, rácsatlakozni a közönségre, de nincs egy ilyen konkrét sorvezetőm, hogy most 10-én itt voltunk, 12-én itt voltunk, 20-án itt voltunk, rá is fókuszálok a közönségre, és jön, imádok előadni, mert nagyon természetesen működik az nekem, szeretem, és akkor szoktam képekkel, meg videókkal készülni, és az adott képhez, meg a videóhoz azért elmesélem a hozzátartozó történetet, de ez mindig kicsit más, meg más sorrendben csinálom néha, vagy vannak egy koncepciók néha, például amikor most február végén voltam a Járatlan Utakon fesztiválon, ott az volt az előadásom címe, hogy itt aludtam az éjszaka. És akkor meg arról szólt az előadás, hogy az 1473 nap alatt, amíg expedícióztam, milyen különleges, különböző részeken aludtam, és ezt így megfűszereztem azzal is, hogy mások mit tudnak ebből tanulni. Például, hogy 39 országban bicikliztem, és minden egyes országban egy csomó jó fejemberrel találkoztam. Átérzem, és maximálisan tudom, miről beszélsz, mert nekem is 7 hónapos zarándokutam alatt volt ilyen, hogy olyan spontán segítségeket kaptam, vagy megszólítottak, és megtudták, hogy én mit csinálok, hogy miért van ekkora táska rajta, és akkor meginvitáltak emberek, meg spontán olyan helyeken tudtam kinyitni a sátramat, amire nem is akadtam volna, vagy nem is tudják az emberek, hogy ott van, csak én arra jártam, arra tévedtem el akár, szóval ezek jó élmények és jó inspirációk lehetnek másoknak. Ez volt a régi utazásod. Jövőben van terved, vagy jelenleg a nyáron is mennél valamerre? Biztos, hogy lesz még egy csomó utazás az életemben, és azon kívül örülök neki, hogy most nem kell utazni. Ez tök érdekes, valószínűleg nem sok embertől hall ilyet valaki. Én tavaly nyáron érkeztem haza, és onnantól kezdve egy csomószor hívtak előadást tartani, meg tévébe, rádióba, mindenhova így bekerültem, tehát azért akkor is mentem, egészen odáig, amíg be nem kezdődött a karanténnak az időszaka, én nem tudom, 40-valahány előadást tartottam szerintem, és egyébként nagyon élvezem, hogy itthon vagyok, és hogy nem úgy kezdődik a napom, hogy össze kell szedni a sátrat, a hálózsákot, az menni az ismeretlenbe megint, az is nagyon szuper, és a 4 év azért elfárasztott lelkileg, az sok idő. Úgyhogy jelenleg úgy érzem, hogy még tök jól érzem magam itthon, és azzal foglalkozok, amit szeretek csinálni. Most amit sokat megtapasztaltam az út során, azt így továbbadom, azzal foglalkozok. Online tréningeket tartok magabiztosságról, hogyan valósítsuk meg az álmainkat, és embereknek segítek egyénileg, vagy csoportos ügyileg is, ilyen életvezetési tanácsadás ügyileg. És emellett pedig biztos vagyok benne, hogy lesz jövőben utazás, ezt is szokták tőlem kérdezni, hogy melyik ország volt a kedvenced, melyikbe mennél vissza. Nagyon sok kedvenc országom volt, ami azt jelenti, hogy nem sokba visszamennék. Talán a top 3 az Kolumbia, Dél-Amerika, azt imádtam, Japánt is imádtam, Fidzsit, Ausztráliát, és még sok helyen nem jártam, úgyhogy majd meglátjuk, ugyanúgy ráhangolódok a szívemre, hogy merre mennék, és elindul. Így van, annak volt az ideje 4 éven keresztül, hogy úton legyen, most meg otthon vagy, és akár a szűk körzetedben is vannak biztos felfedezni valók, és lehet ott is kisebb túrákat csinálni, kék túrán elindulni, a Balaton körveteken, szóval nem muszáj messzire menni, vagy akár Bécsbe eljönni és egy előadást tartani. Egy záró kérdésnek azt kérdezném meg, hogy neked tanított valamit így a karantén? Van valami konklúziója ennek az elmúlt 3-4 hónapnak? Az egyik konklúzió az, hogy én a karantén elején volt egy olyan meggyőződésem, hogy én már tök menő vagyok, már megtanultam mindent, meg körbetekertem a világot,
És kiderült, hogy vagy csak egy ilyen hullámban voltam benne, a legmélyebben biztos tudtam, hogy az élet egy folyamatosan fejlődés. Csak volt egy ilyen előkoncepció, hogy nekem már nem kell foglalkoznom a tanulással, meg az önismerettel, és a karantén az egy olyan időszak volt számomra, ahol én se találkoztam túl sok emberrel, és ugyanúgy ezt mindig folyamatosan kell csinálni, az elménket, a lelkünket tisztán tartani, meditálgatni, fókuszálni, célokat kitűzni, hinni magunkban, mindig turbózni kell magunkat, hogy olyan életet tudjunk teremteni, amire vágyunk. Ez volt a fő tanítás számomra. Köszönöm szépen, ez egy nagyon szép és nagyon kerek záró gondolat volt. Mi a videó után kapcsolatban maradunk, és tényleg remélem előbb vagy utóbb találunk valami időpontot. Addig is vigyázz magadra, jó egészséget, és köszönöm szépen, hogy szerepeltél a műsorban. Én is köszönöm szépen, Attila, szuper volt, és köszönöm a nézőknek, hogy megnézték, meghallgatták a műsort, és neked is, hogy meghívtál. Peace! Sok mindenről beszéltünk, de valószínűleg az előadásban még többről fog majd mesélni nekünk Adorján, már csak le kell szervezni. Remélem minél előbb össze fog ez jönni. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, mára én ennyi voltam, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Ha gondoljátok, és van bicajos ismerősötök, és még lehet, hogy nem hallott Adorjánról, osszátok meg, küldjétek el neki, lehet, hogy érdekes lehet Adorjánnak az Instagramja, honlapja, ezek lent vannak a videó leírásában. Legyetek jók, ha tudtok, sziasztok!